Hogy lett látható a láthatatlan madárfotós? A sikerhez szükség volt minden türelmünkre, minden tudásunkra és minden természetfilmes tapasztalatunkra. Ez az, húzzátok! De jól jön az ilyesmihez egy kis nyers erő is. Jelen esetben egy mázsásnál is nehezebb tölgyfát kellett megmozdítani. Most jó! Egyik végén két filmes botladozik, a másik végén maga a láthatatlan madárfotós készül éppen megszakadni. A mohával és gombákkal benőtt korhadó fatörzs nagy érték. Bence éppen ezért mostanáig egy biztos helyen tárolta. De a mai napon az fog történni, hogy ezt a hatalmas fatörzset átszállítjuk egy másik helyre. Azért szállítjuk át, mert ezen a helyen kell tárolni két hétig. A tölgyfa hamarosan díszlet lesz Máté Bence egyik fotós filmes leshelyénél. Filmezés és fotózás. Két teljesen külön világ. De a nehézségek nem szegik Bence kezét. A mozgógép egészen új kihívások elé állítja a láthatatlan madárfotóst és stábját. A filmezéshez, különösen a nagysebességű filmezéshez sokkal több fényre van szükség, és ami a legfontosabb, itt nem egy pillanatnak kell stimmelnie, hanem egy egész jelenetnek. Ezek után nem csoda, hogy Bence a legkisebb részletre is ügyel. Szerintem még nem jó. Szerintem még azokat a mohákat át kell tenni a jobb oldalra, akkor fül egy kicsit dúsabbá van rá. De a láthatatlan madárfotósnál nehéz megvinni a mércét. Az elgondolás egyszerű. Olyan körülményeket kell teremteni, amelyekben az állatok otthonosan érzik magukat, és ha megszokják a környezetet, elkezdenek természetesen viselkedni. Ez zavar. Nincs erdei tócsa belehullott falevél nélkül. Az avar hamarosan szép sötétre színezi a vizet. Ha minden kész, kezdődhet az előadás. A békák hamar birtokba veszik az itatót. Nem törődnek a háttérrel, fittyet hánynak a fényekre és a víz színére. Őket csak egy dolog érdekli. Hogy megtömjék a bendőjüket. A csillogó vízfelület ellenállhatatlan vonzerőt jelent a rovarok számára. A hosszú ragadós nyelv a másodperc tört része alatt vágódik ki. De a rovarokat sem kell félteni. A reflexek párbajában ezúttal a békák maradnak alul.